Aktualitások az OTP Agrár támogatásával. A járvány elmúltával számos pénzügyi megoldást kínál az agrárvállalkozások számára az OTP Agrár. A kedvező hiteleknek köszönhetően látványosan nő a gazdák vállalkozási kedve. Az OTP számára mindig is kiemelt ágazat volt az agrárium, amiben beletartozik a mezőgazdaság, illetve az élelmiszeripar is. Történt egy olyan változás, amelyre én úgy gondolom, hogy sem a világ, sem az Európai Unió, sem pedig Magyarország nem volt felkészülve. Ez a COVID-19-es kapcsolatos pandémia, amely alapjaiban rengette meg azokat a gazdasági modelleket, és a döntéshozókat, nemzeti érdekeket is figyelembe véve olyan döntések meghozatalára késztette, amely egy információs cunamiként jelent meg a gazdatársadalomra, és ez igaz a gazdatársadalomra, gazdatársadalom mellett a pénzügyi szektorra is. Hogyha az elmúlt 4 hónapnak a kormányzati intézkedéseit, a Magyar Nemzeti Banknak az intézkedéseit, a Magyar Fejlesztési Banknak, a különböző garanciaintézményeknek a programjait figyelembe vesszük, akkor azt kell, hogy mondjuk egy információs cunami sodorta el a gazdasági szereplőket, és ebben az információs cunamiban nagyon nehéz azokat a programokat kiválasztani, amely az adott ágazatnak, az adott ügyfélnek megfelelő. Mi ebben próbálunk segíteni az ügyfeleink részére egy agrokomplex szolgáltatás keretében, amely nem csak az ügyfeleknek szól, hanem a banki kollégáknak is, mert a banki kollégák is több tucat termék, több tucat program között tudnak választani. Néhány éve megfigyelhető, hogy a családi gazdálkodók is sokkal tudatosabban válogatnak a banki szolgáltatások közül. Minden egyes ügyfélnek más és más lett a prioritása. Vannak olyan ügyfelek, akik kamatérzékenyek, vannak olyan ügyfelek, akik futamidőérzékenyek. Ezekre vannak olyan megoldások, amely, hogyha növekedési hitelprogramot nézzük, akkor nem csak kamatoldalon, hanem futamidőben is egy óriási lehetőséget jelent az ügyfelek számára. Elsősorban a 20 éves futamidőt beruházási hitel oldalról mindenféleképpen tudom ajánlani az ügyfeleknek, hogy minél hosszabb futamidőre próbálják meg a beruházási hitelt fölvenni, amennyiben a számlavezető bankjuk vagy a finanszírozó bankjuk ebben partner. Szeretném még megemlíteni azt is, hogy nagyon várjuk a Magyar Fejlesztési Banknak a forgóeszköz finanszírozását, mind a mezőgazdasági, mind a TÉSZ, mind pedig az élelmiszeripari cégekre, itt is 0%-os kamat mellett és akár 6-7 éves futamidő mellett is igénybe lehet venni várhatóan a konstrukciót, illetve szeretném még kiemelni az Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítványnak a 100 milliárdos programját, amelyet elsősorban forgófinanszírozásra egy minimális garancia díj mellett akár növekedési hitelprogramban, akár saját forrásban, vagy adott esetben egy MFB-s konstrukcióval összepárosítva jelenthet megoldást az ügyfelek számára. Összefoglalva azt lehet mondani, hogy az agrokomplex szolgáltatásunkkal igyekszünk minden egyes ügyfélnek minden egyedi igényét kielégíteni. Kedvező hitelcsomagokból válogathatnak tehát az agrárvállalkozók, érdemes mindenkinek átgondolni, hogy mivel tehetné versenyképesebbé az elkövetkező években a gazdaságát. Aktualitások az OTP Agrár támogatásával.